Hát sziasztok, igazából üdvözölnék mindenkit. Remélem, hogy mindennek lesz hangja. Ha pedig nem, akkor bocsi, elméletileg letesztelem, aztán majd látjuk, hogy mi is a helyzet. Állította, és nem lesz a játéknak hangja. Nem tudom. Mert most minden esetre jó lenne megnézni. Szóval... Hát nekem biztos, hogy lesz hangom, a játékot pedig őszintén megmondom. Fogalmam nincs. Mert ugyanis... Valamiért ez a... Faj, nem engedi beállítani. Én most itt... Még itt nagy balmokkulás, hogy... Emiatt most már majd lesz a játéknak hangja, de ezt most átmegyek és le fogom csekkolni. Na, ahogy hallom, a játéknak van hangja, csak rohadt hangos, úgyhogy magamhoz képest inkább csökkentek még rajta. És akkor most már mehet végre a játék. Yes. Jó, ezt nem kell. Mert címe. Jaj. Fú, te olyan rég szimszeztem, hogy már egyelőre egyet mentek mindenképpen. De tényleg olyan rég szimszeztem, hogy már arra sem emlékszem, hogy kell. Az előbb feleslegesen nyomtam rá egy gombra, és ő baj közben azért figyelem a csetet. Na, kinek mi a baja? Ez az egyetlen egy bajom, csak a tipegőkkel. És fogom sincsem, hogy a facecamban benne vagyok-e. Jó, hát a fán az nem igazán érdekel. Hí, te meg éjes vagy, hát akkor... Akkor nézd, igen, mert csak veled lehet kinyitni a hűtőt. Hogy van-e valami? Szuper, van benne egy pohár víz. Ez nagyon jó, akkor főszél csak valamit a gyerekeknek. Tökéletes lesz. Most felre csinálj mac and cheese-t. És te pedig fogsz menni dolgozni, vagy nem, vagy most mi van. Jaj, de hogy te is éhes vagy. Te egyél egy kis tejet, jól van. Egyél szendvicset.
nincs tévétek. Ja, de itt van. Utána néz egy kis tévét, utána pedig feküd le aludni. Szuper! Akkor most már te végre jöhetsz és egyél ebből. Többiek meghagyaludjanak. Jó, most már csak annyi a gondot, hogy éhes vagy mi fáradt legyet, akkor menjél hozzá, feküdjél le aludni. Azt mondtam, hogy... Azt mondtam, hogy amúgy egyél. Tehát, ha nem akarsz, akkor ne egyél. Hova raktam én le ezeknek kukát, te jó ész? Már közben lett valami baleset. Nincs kukátok. Nincs kukájuk, azt kell, hogy mondjam. Nem kell. Na, menj már. Azért ismerem a játékot, jó? Hát ennyit nem adunk érte. Bár, ám, de csak nem tudom, hova rakjam le. Hogy ne ütközzön semmiben. Lesz itt egy kukájuk. Még nem kell iszémelni dolgozni, szóval szuper, valaki te dolgozol valahol. Igen, te 2 óra múlva mész dolgozni, úgyhogy pihenjél le egy kicsit. És akkor magamnak is alkalomra veszem a játékot, mert szavar. Gyerkőcök. Te jó, hogy éhesek vagytok. Krebs szörvénk. Jól van. Egyetek csak. Tudom, hogy van. Jó. Közben villanyfüzetet elállítottam. Semmi baj. Na. Ne izélj, ha ne menjél. Neked is mondtam, hogy menjél enni. Azt tudom, még ötök kéz a... Neked? Hú, te! Valamit jó lenne játszanod. Veszek már nektek valamit. Jajajajajajaj. Persze, elkísérlünk el. Nagyon jó. Hol van, mit vegyek nektek? Mit vegyek nektek, ami nem olyan drága? Csak ez hova tegyem? Tehát, hogy lesz itt egy nagy kutya végül is a nappali közepén. Kicsit a lelkesse. De dolgozz kemény. De nézzél valami romantikusat, nem tudom, hogy te is csinálj valamit. Na, még egész jól vagytok. Mit akartunk? Fürdés meg. Rád is. Ha fel akarnak titeket növeszteni, akkor most már tudjátok magatokról gondoskodni. Nem tudom megnézni az életszakaszokat. Még 60. Igen. Most pedig ő koszos. Nagyon jó. Kérjem, ez meg jól meghízott. Na most nem azért. Jaj. Na, te gyere. Outer Wall. Cell Wall. Itt. Izébe is van. Gazosodva. Nagyon jó. Az összes növény inkább.
adoklik. Most choices át kutatni nem kell. Csak mindent adjon el kb. Közben a gyerekeket meg tényleg megfogna vesztében. Ez nem a legjobb. Ja, kiska. Kiska szólj lesz. Téged kép. Hello, Margit. Oké. Szerinted megpróbáljam? Romantika van a levegőben. Remélem, mivel te kitalált végig olvastam. Remélem, nem ők akarnak összejönni. Mert nem olvastam el. Ami hova legyen ez. Fú-e, melyik kell nektek aludni, te jó ég? Asszony, te mindjárt éhes leszel, nagyon jó. Ő meg bepisil. Te jó. Ne mossál fel, pisiljél, utána meg fürödj le. Utána meg ennyien valamit. Nem tudom, miért vacsorázik. Haj! Hát, közben úgy nyugodtan meséltek, mi újság veletek, hogy vagytok. Aki szerintem csak egy csillogott. Te, Tent Garden. Nem, ő is csillog. Ő is. Jaj. He, úgy átfrissült a Sims, hogy már meg sem ismerem, de most no joke. Nature-ben volt a szem a freelance botanist. Ja, craftolni kell neki. Á, hát akkor most egyelőre. Igen. Olvasnia kéne a gyereknek két órán keresztül, hát ez fenomenális. Mondhatom. Tehát... Aj. Itt van a gyerek. Vagy még előbb alszik. Tehát ő elnézést. Szuper! Bedtime story. Nem sok minden. Vége a héten fáradtam. Hát... Ja, nálam is amúgy konkrét ugyanez. Nézzük már meg itt a... Ja, jó ez, hogy termelünk. Hallod, ez egy tümelénki vagyok, tehát, hogy itt mindig éhes valami. Amúgy te pirod a legrosszabb buherriett. Amúgy a neveket is elfejtettem. Herrietta, mondtam, hogy egyél, akkor ne legyél. Iszély. Fúj. Ez akkor is szabá, hogyha nem kell. Vagy így mi. Amúgy ezért most érdemes volt elrakni. Na, excellent, szuper. Excellent. Te is egy. Mindenki egyen. Amúgy róluk nem gondoskodok kb, mert oldják meg maguknak. Már. Jéj, szülte vannak a szükségletek. Menjél aludni. Te neked még enni kell. Úgyhogy, ja, utána meg. Ja, tényleg közöbb kéne hozni, hogy jobban lássátok. Fogalmam sincs, mennyit láttok itt tőlem magamat, egy picit így odébb teszem. Aztán mindent fognak látni. De hogy nagyon jó. Jó, ezt elrakom. Ezt kidobom. Ezeket pedig megint berakom a hűtőbe. Neked most mi a baj? Fáradt vagy, akkor menjél aludni. Neked mi a baj, hogy koszos vagy? Akkor kérd meg valamiket, hogy fürdessem meg. Amúgy. Ja. Ja, nem kell ide jönni.
fogalmam sincs, hogy meg fog tartani a stream, vagy mi lesz. Ahogy nálatok meg nincs is. Jaj, de jó, hát akkor tudod mit? Kérd meg, vagy figyelj el, botizni. Ne sakkozzál, menj már. Hátad fordítva neki, érted? Hátad fordítva neki. Most tapsolja. For my gloomy nusha. Marki, gyere csak. Sims, befelszük a tortát. Igen, lényegtelen. Csinálj egy kék konfettitortát. Most megjavazik meg őkkel most. Jelenleg. Mert ez így nem a legkörülyebb. Jaj, másik irányból kell tudom körbefordulni. Jaj, bele ne egyél. Mit akarsz? Nem. At birthday candles. Igen. More choices. Add blowout candles, először kiszállt, növesztjük fel. Úgy gondolom. Amúgy szerintem ide nem jó pultot tettem, sőt biztos, hogy nem jó pultot tettem. Oh, Kimba? Húbi borna! Ja, nem jó pultot tettem. Szuper. Megint adhatsz hozzá egy 5000-re egy érgyet. Elnézést, bagos lenne a Sims? Ja, nem lehet még. Éppen elnő felfelé. Na, szuper, tök jó skilleket is kapott. Legyen Biscuit és Genius. Szuper. Mocsolsz, hiszen Blowout Candles, Edith. Jó, addig letudjuk a szülinapozásokat. Utána meg átalakítjuk a gyerekeket. Hallod, Margit, attól, hogy állsz egy helyben, nem fog semmi változni. Vagy most mire vársz? Tehát, hogy... Mindenkit felkeltek inkább. Jaj! Fölkárt. Tedd le a gyereket. Tegyél rá gyertyát, majd azt mondom, tegyél rá tornát. Igen, hogy ne jön fel. Már csak milyen skilleket kap. Szuper. Legyen kreatív. És kapjon egy kreatív skillt. Szuper. Ott kendőlsz, és már csak eljöttem. És mindenki felnő. Szuper! Mert tényleg ne haragudjatok, de addig meg kell jelenni. Hát ez a szájt. Jó, most már ne ettek belőle. Most már van 80 millió kaja. Na, ő meg legyen social. És nem tudom, milyen legyen hozzá. Nem vegetáriánus, ne legyen semmiképp. Legyen ilyen. Szuper! És akkor nagyon kellett ide a szemét, igen. Van tükör egyetlen ebbe a fürdőszobában. Itt egy ablak van konkrét. Tehát, hogy tükör sincs, nagyon jó. Azt is lehet venni. Hogy épp, amúgy úgy is újra fog ezt a házat, tehát, hogy lehet még ebbe a streambe lesz, sőt, biztos, mert most jelenleg csak itt egy random tükör, csak azért, hogy át tudjam őket alakítani. Change sim. Tök mindegy, még ők elmegyek. Csak nem tudom, milyenkor fogja engedni, de szerintem fogja. Csak annyi, hogy Margithoz lehet, nem tudok nyúlni, bár hozzá, hogy sem terveztem. Hey, Regenu Nopsa! Tudok, nagyon ezekhez nem nyúlunk, én csak a gyerekeket akartam megnézni. Először is Harriet, tehát a
képát átöltöztetem. Ez a ruha, ez nagyon nem. Jaj, hát pápa, se érzed magad. Ebből esetleg egy feketét neki. Szuper, hát ez az olyan formális, te. Ez olyan formális. Hát ahogy annyira nem is érdekel, hogy mi van rajtuk, csak... Csak valami normálisabb, mert... Az, ami először volt, hát... De ami először volt, az nagyon nem. Hát ez még színben nem is annyira passzol. Tök mindegy, jó van az. Azt mondja, hát alváshoz nem kell papucs. Ezt most mondom. Parti, a szemüveg az marad. A szemüveg az marad. Partihoz felvesz egy ilyen ruhát. Ezen megállítunk egy színt, egy ilyet. Mondjuk, tök mindegy. Persze, biztos így mész Sandra. Menjél így. Meleg van nyáron. Igen, ezért vegyél fel egy fodros ruhát. Persze, vagy ilyet. Felveszel egy ilyet. Ez a halesnya, vagy mi ez? Nagyon nem kell. Cipelje az. Térre meg. Nincs egyben. Nem baj, akkor. Há. Inkább egy ilyen. Na, drága, az marad. Csizma meg legyen ez. Szuper. Hát, Jézusom, mi ez a hajt? Jó. Ha ő már szemüveges most, akkor legyen. Ezt leszámítva még tűrendem is. Ilyen ez a szobor, az nagyon nem kell. Jó, ez így jó lesz. Formális ruha. Kézának. Persze, felvesz egy ilyet biztos. Tökéletes. Tesi cuccnak. Persze, persze biztos. Sportolás, az jó ez. Elnézést. Jó, mindegy, hagyjuk. Színben nem passzol, kit érdekel. Papucs nem kell. Persze, nagyon partis volt tényleg. Mondjuk még ez maradott is feketében. De azt a szemüveget vedd le. Itt is, hogyha már te nagyon szemüveges akarsz lenni, akkor fekete lesz. Jó, ez tökéletes. Végül is amúgy majd, hogy nem maradhatna. De azért ennél egy kicsit hosszabb legyen már az nadrág. Szuper, télen hideg van, persze. Felveszel egy ilyet. Lehet, hogy aján inkább változtok. Mégsem. Ez egyre jobb. A haja az nem. Az nagyon nem. Tehát, hogy ez így mondjuk. Ezt nem. Nem tudom. Az a szemüveg zavar. Nem lesz szemüveges. Nyaklánc az mondjuk egy ilyen lehet. Lehet szemüveg nem kell, piercing meg nem lehet. Neked? Hát... Te gyerek, hát neked mennyi haj van, te jó ég? A lány női szímeknek konkrétan annyi izé van, hajtípus. Ja, alváshoz kiengedi napközben, meg lehet összefogni. Kicsit más, hogy választja el, megírtál rövidebb, igen, persze. Biztos. Hol volt az arra, amit először választottam? Ezt választottam. Ja, tökéletes lesz. Kap egy ilyet, még a nadrág az maradhat is. Ez annyira nem akarok sokat szuszolni, sőt. Itt még át
erre? Sportoláshoz. Hát persze, te is formában. Jaj. Sportoláshoz. Hát, vegyél fel. Jó, lesz az. Nadrág, ebből választunk meg egy. Tökre nem összeillik. Tökre nem illik össze. Tök mindegy. Hát bulizni biztos nem fogsz így menni, mert az borzalmas. Felveszed ezt a izéi ruhát. Jó az. Strandra napszemegez maradat. Csak legyen, tudom én, mondjuk egy kék. Ámán zöld a napszág, akkor maradjon a zöld. Na jó. Itt nyári ruha, tökéletes lesz ez, csak helyette vegyél egy ilyen. Tél hideg. Jó. Oké. Okay. Akkor neked ez lesz. Cipőt, jó az. Vele is kezdhetnénk valamit. A papucsot most azonnal leveszed. Legyen már. Ja. De, bele tudok nyúlni, szuper. Hát ez az arcszőrzet. Ilyen. Jó. Még amúgy ez annyira nem is lenne rossz. Annyira. Jó, de inkább legyen egy ilyen nadrág. Cipő, hát jó lesz ez. Formális, úristen. Inkább már akkor egy ilyen. Csak ne egy ilyen színű. Fel. Már legyen inkább egy olyat, ez rosszabb, mint volt. Alváshoz ez jó, sportoláshoz jó. Gyorsan bepattintja a fülbe valahogy gyűrűt minden. Hát ez az gyönyörű, mondhatom. Bulizáshoz már akkor inkább egy valami ilyen. Jó ez. Nyárra jó lesz. Térre meg megint, úristen, hogy néz ki, tehát, hogy... Persze egy kapocsizma biztos. Persze. Margitnak is most már... Jaj. Jó, nem is tínédzser. Ruha. Hát. Jaj. Jaj. Ah. Mondjuk ez így jó. Ugyanaz lett a formális, meg ez. Az nagyon. És hát az elegáns ruha. Az elegáns ruha legyen ilyen. Jó, hát edzeni. Lesz egy fekete, akkor már mindent átalakítjuk. Időjüket. Így megy aludni. Ez jó. Lesz egy ilyen. Ez jó, csak a szemüveget. Minek? Igen. Ők ne menjen mezitláb. Vegyen fel egy ilyet. Mi ez a szemüveg? Mária, te jó vagy. Olyan vagyok, hogy nekem egy. Igen. Nadrágból. Jaj, azt mondja ő. Hát erre is azt mondom, hogy ő. Ez nagyon ő. Hát. Csak akkor legyen hosszabb az a nadrág. Szuper. Csak napközben volt szemüveget. Jó. Mindegyik színkész át lettek alakítva. Szóval extra jó. Jól. Sőt, igazából
Ja, itt volt tényleg a kalapács. Tényleg. Ja. Óhe. Na jó. Vissza az egész. Vissza az egész, akkor nem lesz az átalakítás. Nem gyulunk a házhoz. Nem, nem, nem. Tetőt mindent csinálni? Nem. Nagyon nem. És így is azt akartam, hogy emeled meg minden. Aha, persze. Ide építeni se tudnék. Semmi baj. Mert ami is ott van, egy szél, meg ide akartam még valamit, ugye erre a részre tenni. Inkább csak ilyen kiegészítések, ezeken van egy hello. Tehát, hogy itt valamilyen kis kinti, sütögetős, akármi. Hát az én nem. Szóval ne legyen a legrosszabb se, de a legdrágább se. Még nem tudom, hogy mennyire biztonságos pont a háznál. Igen, és még valami kis, valamit lehetne ide. Csak nem tudom, mit egy. Valamit tényleg egy kis, mondjuk egy leülőt, vagy valamit lehetne. Sőt, az nem is lenne hülyeség. Hogyha mondjuk itt, igen, mondjuk itt egy indokolatlan asztal, biztos a legjobb. Persze. És valami kényelmesebb szék. Ja, amiben már fogalmam is melyiket választottam, ezt választottam. Édni, egyszerre így tudnak négyen étkezni, tudnak sütögetni, esetleg még ide egy pár pultot lehet tenni, ezt most lehet meg átrakni ide, akkor itt van egy kis tízes hely, ahova mondjuk itt pont a mondjuk egy cökörbe forgatom. Pont itt lehet egy kis virág. Esetleg hát még nem egy nagy kaktuszt, de hát, hogy annyival ezt még lehetne odéplózni, hogy ide egy kaktuszt oda lehessen tenni. Vagy hát az nem kaktusz, de itt van is egy kis virág, meg minden. Szuper! Kicsit itt ki lett dekorálva. Egyébként meg megszoktam, hogy ilyen félfalakkal játszok. Kb. Ja, igen. Ők itt akartam átalakítani. Akkor csak lesz átalakítás. És itt miért nincs villany, de... Elnézést, ez a lámpa, ez nem működött. Oké. Semmi baj. Közben kipillantok a csetre. Ezért nem valami olyan... Milyen ágy kellene. Ja. Csak... Lehetne az, hogy mondjuk oké, ez a két srácnak a vagy két srácnak már állj, nem, akkor az úgy lenne, hogy a mindegyiknek lenne egy külön szobája, csak ha egészítsem ki a házat, tehát, hogy akkor mindenkinek egy
nézd, hogy már lassan nincs is, tehát, hogy valami, mivel még kisgyerekek így még, mit tudom én, egy, ide rakok egy fát, vagy valami tévét, azt mondom, hogy az már lehet nekik. Csak azt nem tudom erre rá lehet. Ó, szuper. Szuper. Rá lehet tenni, nagyon jó. Csak még hova építsek konkrétan két szobát, tehát, hogy honnan tudom. Mert oké, okay, átrakom be így ide a könyves polcot, de akkor meg innen kellene nyílni. Ami meg megint nem jó, a növények miatt. Ahhoz meg nem akarok nagyon úgy nyúlni. Egy kicsit így átrendezem esetleg. Oké. Okay. De nem. Random szoba. Ami megintem. Jaj. És meg már el is veszítjük a Tiny Home Residentet. Az lesz egy sima rezident, nem érdekel. Mert a dolgainkat elveszítettük, mert ki kellett ugye menteni. Igen, most egyelőre azért cserélek lámpát, hogy most lássam. Kívülről pedig a házhoz igazítjuk ezt a szobát, hogy az ablakok egyezzenek, azt így fogjuk megoldani. Szuper, csak honnan a tökömből nyíljon a másik szoba, tehát, hogy az meg nem tudom, egymás szobából nem akarom, hogy nyíljon. Fürdőből se nyílhat. És már konyhából nyílik konkrétan egy szoba. Érted? A konyhából nyílik a szoba. Itt ennek a lakásnak, vagy itt mondhatjuk úgy háznak, nem a legjobb elosztást csináltam, de újat építeni meg. Pont nem akarok. Teszek neki ide egy ilyen tisztnövény. Nem tudom. Tényleg, nem tudom, hogy úgy hova kellene építeni. Itt. Azt mondom, megint nem akarom, hogy egy szobában legyenek. Na jó. Nekem aztán ez már több mindegy, hogy úgy rakom ezeket a növényeket. Azt gondoltam ki, tudom, hogy a szobájából nyílni. És ezt az egyet, hogy tegyem már át ide. Akkor már ezt is átrakom, biztos. És akkor innen, vagy hát ez kintről fog akkor maximum nyílni. Hát itt még ennyit tudok rajta. Szuper. Ez nagyon érdekesen megoldott szoba lett, ezt már most megmondom, hol a lámpa. Szuper, ő meg pont az ellentétje lesz akkor a másiknak, ilyen kinézetben.
dolgokat szeresse, akkor igazából pont tök mindegy. Csak a szájszínét mondjuk itt változtassuk ilyenre. És akkor hát sajnálom, de konkrétan akkor itt leszel a sarokba, és most vagy kintről nyílik a szobád, vagy a tesódéból. És akkor viszont ide meg kéne van... Akkor ez az... Állj! Akkor ezt megoldjuk okosabban. Hol vannak a falak? Ez kell nekem. Igen. Szuper. Akkor kell ide még egy ajtó. Ők szerintem már itt az ablakok konkrét elégként néznek ki, hogy így átrakom ide. De sajára néz az ablak. Igen. Nagyon logikus, persze. Szuper. És én azt mondom, hogy akkor neki ide csinálok egy külön, ha megtalálom a csempét. Tudom, hogy nem a legszebb, de most nem az számít. Hanem akkor neki én ide csinálok egy külön fürdőszobát, de először még itt legyen berendezve. Kap el is azért egy ilyen kis szekrényt. És kap rá egy tévét, csak cserébe pénzük nem marad. Sem baj. Neki. Leteszek ide egy ilyen szőnyeget. Kap még egy bőm nagy virágot is. Azért a kis srác is kapjon már virágot. Kapja még mindenki virágot is, meg valamilyen szörnyeget is. Nem tudom. Azért van még kicsit, lehetne az nagyobb is az a szörnyek. Jó, nem pont akkorára gondoltam. És nem is ekkorára. Jaj. Még itt lehetne egy ilyen szörnyek, csak nem ebbe a szépbe. És nem tudom, miért kezdtem. Ez már is jött tényleg. És akkor még oda viszont csinálni kell egy fürdőszobát, ami nem lesz egy olcsó mulatság. Sajnos, ez az ablakot viszont el kell tenni. Jaj, ezt kicserélem. Kevesebből meg kell úszni. Még egy mostókagylót jól lenne venni. Jó, itt ez a 120-as, szuper. Ez mennyi volt? 500? Várjál, akkor lehet, hogy tudok neki egy drágábbat venni. Szuper, akkor csak meg tudom az első venni. És maradt kemény 7 szimola, ismétlem 7. Nagyon jó, most van egy óriási ház, aminek elfejtettem megcsináltatok, tehát hogy tetőt meg majd nem tudom ki fogja megcsinálni. De tényleg, hát ez már olyan alakzatban megy ez a ház, ilyen alakzat már nincs is a világon. Jó. Jó. Szuper. Igen, ezt lesüllyesztjük, úgymond. És észre. Jaj. Halló. Halló. Szuper. Jaj. Ne. Akkor ezt inkább beszúzom feljebb. Szuper. Csak akkor. Ezt így ide át kellene másolni. Nagyon jó. Igen. A lepegő tető története. Kb. Tehát, hogy
néha nem ártana, hogy tényleg a növényeket leszüretelni, és hát inkább nem leszüretelni, hanem eladni, mert ugye amit terem nem ártana eladni, mert konkrétan megintem, teljesen terem van. Ez még megint nem is tudom, hogy mi. Róla sem tudom, hogy mi vagy igazából. És most akkor ezt egyesével végigjátszuk. Ne idegesíts már attól, hogy elkezdtem bakogatni, eltűnt a gomba. Ahol nem már. Vagy már, ja, nincs évszakon kiegészítőm, akkor csak mindegy. Jó. Az összeset add el, mert olyan szinten nincs méz. És még itt a házfestést meg kéne fejezni. Most nézem. Jaj, de jó Isten, meg a háznak már itt. Akkor a ház van itt, de jó. Közben állom a szín. Ahhoz képest, hogy kezdtem Margit. Most már kész az egész ház. Mindenki boldogan él benne. Elméletileg Marginak megkiadtam, hogy keményen dolgozzon. Akkor nem szóltam. Nos, akkor jelöljük még, kinek az ágya. Vagy melyik ágy ki. Igen, a Sidepad. Edit. Szóval innentől kezdve, aki veszik a saját ágyában, menjünk. Köszönöm. Gratulálom. Miért van egy szeretőbb a fejem? Azt magyarázza meg nekem valamit. Itt is megfejlődöm Tim. Szuper, van az valami jó viszi. The samba. How's it going, Dad? Oh, that's much more. Oh, God, you black. Super. How's it going, Dad? The black guy. El la. What's up, Jim? Oh, yes. Oh, Bob Joy. How's it going, Dad? How's it? I'm excited. Tom, why are you? Lash, Dad. Me uso que tora mova misto cosli. A ti pedig amit tudsz, Dad. És ezt meg nem tudom upgrade-elni. Nagyon jó, de szerintem van handiness könyvünk. Úgyhogy akkor a handiness könyvet. Kérlek szépen, miután feltakarítottál a vaskast. És kérd, hogy ez még neki. Aha, hát még egyes rendőre szóval mondjuk akkor a... Akkor az egyes könyvét... Jó, nyilván nem ettől függ, de... Tehát, hogy ettől fogom még felvenni. Hallod? Olvassál. Ez meg honnan került ez a játék? Itt honnan van itt egy random játék? Nagyon szuper, hogy promótáltak. És hát, hogy előléptettek.
fürödni szeretnél, hát fürödjél el, én azt mondom. Mert bajod nem lesz belőle, hogyha lefürdöl. Tiszta lezel, az kész. Amúgy két fürdőszoba van ennyi szinten. Az nagyon jó. Akkor viszont még valahogy ide. Egy olyan mértékű, hogy az így az ablak ne itt legyen, de igen, akkor egy ilyen típusú legyen. Jaj, jó, kívülről nyilván ilyen az egész ház, bár amúgy az egész házat kívülről is el kéne festeni, miért mentem le a pincébe. Ez a helyiség, nem tudom, hogy honnan lehetne elérhetővé tenni, vagy hát ezt a fürdőszobát, hogy tudnám elérhetővé tenni úgy. Jó, az szuper, maradhat. Most már azért vannak annyira nagyok, hogy lehetne kis ilyen szóhajszója. Mondjuk csapból ő is a legolcsóbbat kapja. Szuper, van egy WC, és most már mondjuk ne legyen már minden konkrétan egy helyen. Szuper! Most már itt is van egy WC, vagy hát egy fürdőszoba, és amúgy mindjárt várjál, visszajövök, megállítom az időt, és mindjárt leszek. Mondtam én, hogy mindjárt leszek, csak bezártam az ablakot. Itt volt már, mióta konkrétan azóta van nyitva az ablakom, hogy mióta megy az stream. Úgyhogy így jön, de lehet, hogy még ennyi fürdőszoba is kevés konkrét. Tudom ebbe a házba. Jó, ezzel is tudják magukat fejleszteni. És meg kell, nem, amíg egy előre, nem, mindegy, nem baj az, hogy van három fürdőszoba. Közben itt mit énekelsz, vagy hát nem énekel, de mindegy, amúgy valakinek nem kellett. Ja, de akkor rendesen alhatj. Van egy olyan érzésem, hogy igen. Itt mondtam én, hogy itt a tető az nem a legjobb. Éreztem. Jó, szuper. Meg itt rámentek. Simsnél biztos, ami biztos. Amúgy ez mindennél így van. Bármit csinálunk, inkább mehetsünk. Persze szereti a kertészkedést. Majd leveszem a falakat. Idegesítenek. Már fél fallal jobb lenne. Igen, csak most azon gondolkozok, hogy Margitnak ebből a pontjaiból inkább valami trétet szeretnének
tudom. Ó, ez számlás még akkor arra szükítjük. Nem tudom, neked melyik pontod van, 985. Szóval, akkor te takarítsál gyorsan. Nem tudom, miért el. Takaríts gyorsan. Vesna, hende boy. Dar boy wo. Jaj, ne. Hogy van? Jaj. Read. Hát mindegy. Mindegyiknél azt akkor nem már. Ja. Workout equipment. Kettővel akarsz rendelkezni. Megmondanád, hova tegyem Marvit? Van valami? Van valami, ami kinti és work. Workoutra mit hoz? Igen, egyel fogsz rendelkezni, mint egy futópaddal. Itt kint az összes pénzünket elverjük rá. Semmi baj. Akkor tudod, mit kihozom én inkább? Vagy én rosszul értelmeztem. Örkel Kemi Percy Shrumbill Under the Study Room. Ok. Aj. Kitchen, bathroom, bedroom, living room, dining room, study room. Igen, igen, én nem vettem neked, vaj. Itt van neked két workout dolog, érted? Szabad. Ez valamit a Sims. Te tudod, mit workout-tól is. Ez tetelőt megtünk a sorginnel. Mennyire workout-okat akarok, én a magpontokat akarom neki összegyűjteni. Igazából nem potion-t akarok. De most van ezt a frugert meg tudom venni. Szuper. Úgyhogy, szia kárs! Na, workout-olj még csak egyet. Most egy kicsit ilyen össze-vissza is váltogatom mondjuk az életcélokat, de neked is lesz egy másik életcélod, mert te se fogsz itt olvasgatni. Amba biztos látsz. Nem tudom neki még legyen. Love. Ja, a két randi. Én mind a kettőnél két randi. Tehát, hogy friend of the world. Semmi érdekes. Jó kis Sims, mindig jó. Hát már lassan, nem több mint egy órája megy a Sims. Amúgy próbálj recsegét érteni, hogy igazából én vagy, hogy tudom, mi legyen a... Legyen most ő is izé, nem tudom. Tudom, a családosat akartam, de az meg úgyse fog teljesülni, szóval. Akkor valamennyi izé. Ezt neki nem.
Nem tudom. Tényleg nem tudom, tehát. Egyelőre, ja. Van ilyen. Be se tudom, hogy van ilyen, de... Mi a... Ha már ez a póz már volt. Ha már nem tudom most őszintén, hogy összeházasodtak el vagy nem. De, ja. Ó, elég stresszes lehet most már sem. De hát, az amúgy, nem mondom, hogy nem. De most egyelőre amúgy azt akarom, hogy... Fú, azon. Nem, azt gombételünk. Pály, au, pályövet, klinik, persze. So, nem. Higher service? Ja. Nem. Kutya legyen, vagy macska. Kutya legyen, vagy macska. Legyen kutyusz. Én most azt mondom. Nem akarom kiadni, hogy őszinte legyen. Persze, nem prózizunk. Nem prózizunk. Ó. Ez felhetett. Hát honnan közelebb, ha iszé? Ha jel a service, ez kell. Adott a dog. Akkor mi van, nem? Kétszer is azt mondtam, hogy ők most egy dolgina. Akkor jön valami kutyás ember, vagy nem? Vagy akkor most mi van? Vagy akkor legyen macska? Vagy érted? Akkor most mi van? Sims, halló! Adottál, akar még egy kutyát, vagy egy macskát, de... Miért nem engeded? Kövi héten milyen videó várható, tudod már? Persze már fel van véve, van fel és van rakva. Ütemezetként, de nem árulom el. És azt nézem, hogy más helyről is sem működne? Vagy mi? Másra se. Más se. Nem akarok kaját rendelni. Hallod? Egy kicseszet. Kutyát szeret. Érted? Egy kutyát. Egy kutyát akarok. Egy kutyát. Egy. Kutyát. Tehát nem lehet, ugye? Mert... Hú... Nem tud katonni. Nem tudom minek, de... Menjen ilyen kis hajtásokat. Teti, tökozatos. Hát direkt nem árulom el, de... Meghalt növényt, azt hagyjuk. Graft. Grafton. Ja. Nem tudom mi volt, ne is kérdezzétek. Talán még tudunk itt graftolgatni. Nem tudom, még kell látni. És akkor most így mire? Spliced, rose, spliced, grape. Vegyél egy kis hajtás róla.
vegyél egy kis hajtáson, és azt mondom, hogy ezzel kraftold. Kraftold, a kauplenttel hagyjál. Biztos, hogy nem, tehát, hogy égető csillag. Csillag. Már nice-ok többségében. Szóval all. Mindent adja el, kell a pénz. Semmi gyomláljon és ki. Szuper. Neked mi a pajod? Go to work. Azt hiszem tudom, miért nem tudtam befogadni állatot. Azt hiszem most meg tudom. Nem volt pénz. Azért. Berősz hagyd abba. Igen, study hard. Study hard. Study hard. Work hard. Margit, te mikor mész dolgozt? Amúgy... Igen. Most jöttem rá, hogy hangosan beszéltem. Jaj, Istenem, miért egy videó megtekintését, de egyébként meg vagy elégedve. Én meg vagyok vele elégedve. Úgyhogy nincs a kompanaszra igazából. Csak nem tudom, néha random miért kezdtek el. Nem érzem már módba beszélni. Egy kis egyébként őszintén megmondva. Sajnálok, hogy néha elmegy így az érzem már. Ezért nagy elnézéseteket kérem. Tök jó most már. Mindenki hazajött az iskolából, ahhoz képest, hogy most mentek. Semmi baj. Mindenki írja meg a házit, de most. Most azonnal írjátok meg a házit. Jaj, de már te veled meg egyszer is megirattam, tehát, hogy nem érdekel, mit szeretnétek. Meg mi a bajotok, de most így. Jaj, ne küld haza. Kocsi. Sparf! Infa! Jump! Azt kapatni. Sába! Pufa! Igen. Szuper, hogy állok. Nem beszélgetni. Jóri, bimna! Helyre pörgessétek, nyomjátok a házit. Most már. Örülök, hogy Margit valamit megismer. Itt meg csak kicseréljetjük. Ha majd gyerekre voltam kattintva, nagyon jó. Persze már. Igen, mindegy. És most már tudjuk a... Most már tudjuk, mert van pénz. Tudom, hogy házasok. Na? Még kutyus legyen? Új, pinát, te cuki. Ivartlanított lány, kutyus és kicsi. Kis kutyusok még. Ugárt is olyan cuki, kokó is. Mindegyik cuki még legyen. Hármat lehet egyszerre, hát kettőt örökbe fogadhatunk. Kettőt válasszunk. Én pinátra és nugátra szavazok. Pont amúgy a két ivartanított lánykutyus. Cupcake is olyan cuki, hogy lehet, hogy ő nem ivartanított, és ő nem tudom, ki legyen. Nem, ő biztos, hogy nem, mert náluk nincs. Náluk pedig van, hogy ivartanított, hogyha már értitek. Holod iPhone-odat még mindig szeretett, persze. Most is itt van egyébként. Én úgy
tudom még, hogy most legyen én pinátra és nugátra szavazok. De közben cupcake-et is szeretném. Pinát és cupcake. Tudom, én kiválasztom pinátot és cupcake-et. De kíváncsi vagyok, ti mit írtok. Közben itt nézem a topon a csetet, mert meg van nekem nyitva az egész. Úgyhogy én úgy tudom, de ez egy olyan aranyos, mint egyik színkutyus. Tudom, ha egy színzés csak pixel halmazok, de akkor is. Peanut és cupcake az én választásom, nem tudom. Na, az a lényeg, amúgy volt rá garancia. Újonnan vettem, és 2 év garancia. Plusz még a biztosítás is ad plusz garanciát, de biztosítást a 2 év alatt bármikor köthetek rá, de még egyelőre nem kötöttem. De végül is vigyázok rá, van rajta üvegfólia, megtok, de mondom, akkor lesz spinát és cupcake. Szuper. Várjuk, hogy hozzák a kutyusokat. Várjuk. Jó, hogy egyen meg. Egyen meg. De cuki vagy. Te is. Pinát. Jó, és akkor cupcake-et is örökbe fogadjuk. Oké. Szuper. Most már csak az kell, hogy végre a Sims is elfogadja, és mondjuk locsol meg az összeset, és nem tudom, hogy ki csillog. Ő csillogott ezek szerint. Szuper, most már. Ebni Kémus. Amúgy igen, cuccügyileg macskára voltunk berendezkedve, tehát igen, úgy indultunk, hogy macska lesz, de mi menj innen. De végül nem macska lett. Na, mindegy. Komolyan. Nincs pénztára. Ez lesz legkövesebb, mivel a macska játékok nem kellenek, se a macska alom, mivel nem macskával rendelkezünk. Mivel nincs macskánk, így tök mindegy, meg először macskára rendezkedtünk be. Mert úgy álltam hozzá, hogy igen, lesz egy cuki macskánk, vagy bármi. Hát nem macska lett, hanem 2 kutyus, de mindegy. Fia. A legjobb rajta az a filmes kamera. Az egyik videóban mutattam. Igen, emlékszek, hogy mutattam. De amúgy, ja. Mentek egyet mindenképp, hogy a 2 kutyusunk maradjon. És nem tudom, miért nem fogadja el. Így. Miért vagytok kis cukikáink? Friendly. Pet. Pick up. Ask to go, poti. Jaj. Annyira... nem bánna. Egyáltalán nem bántam meg, hogy megvettem annól a Sims-el együtt a... mi ez? Cats and Dogs kiegészítőt. Folyamatosan kérjük meg, hogy vécézze, hogy megtanulja. Persze Margit hisztizik érte. Nyilván. Oh.
Cupcake már vagy. Margit. Gyere. Etesd meg. Tegyél neki ki kaját. Meg az ilyesmit, hát és nem try for babyzünk, mert megint gyerek lesz. Megint megkapjuk a sok gyereket, az én meg majd kinézek, hogy aha, oké. Hova? Hol? Tavasz született, várom már, persze. Hogy várom, ez az egyik, a másik pedig, hogy konkrétan annyira már kevés nap van, konkrét érettségig, tehát hogy ezt most elmondom, pontosan mondom, hogy hány hét van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát tavaszi szünet minden együtt beleszámolva 8. Ismétlem 8 hét. Ha pedig, tehát a szüneteket és hétvégeket leszámoljuk, olyan 30-35 tanítási nap van, tehát amikor rendesen tanulni fogunk, az 30-35 nap, ami meg már értóra kevés, tehát hogy konkrétan már március közepe van, és ja, 2 hónap. 2, 4, 6, 7, összesen még egyetlen egy állatot fogadhatunk örökbe. Nagyon jó. Tényleg. Úristen, már itt van mindjárt, hát én is ezt mondom. Na. Egyébként meg azt mondom, hogy... Jaj, hol az egér? Hát, hogy... Igen, neked mindenképp abba a fürdőszobába kell menni, ugye? Na. És ott kell énekelgetned. Ennek van az ágya. Most már mindenki menjen aludni. És nem aludni előbb, mert Margittal nyomjanak egy kis izét. Hú, akkor nekünk... Jaj, hova felnyomtam. Hú, akkor nekünk meg lesz pár szabadnak az érettségén. Vagy akkor nem kell menni soliba. Hát... Vagyis pontosabban inkább délután. Amúgy jó, hogy már csak egy gyerek születhetnek szóval. Hát szeretnék macskát, úgyhogy most már mindenki megy aludni. Persze szeresd a fitnesst, igen. Hallod, Darius, miért nem tudod befeküdni az ágyba? Te pedig... Te ágyad. Most azonnal húszál aludni. Halljátok! Fú! Ti te kell rendbe tartani. Menni fog bizony benned. Köszi. És amúgy ez a sok felmosni való. Darius. Pinát, merre vagy? Merre vagy, kutyuskám? Kutyuskám. Kérjük meg, hogy menjek ki a WC-re, és kérdezzük meg, mi a baj. Isten, hallod, Margit, te is amúgy csak olyan helyekre tudsz menni. Jaj, neked meg WC-zned kell, nagyon jó, akkor kérjük meg, hogy menjek ki a WC-re. Te magad is menjél WC-re, mert neked is vannak szükségletben. De nagyon jó, hogy még el is romlasz. Tényleg. Haj. Na, kicsit pörgessük meg most már dolgok. Jaj, most már éhes is vagy. Nem tudom, főzzél valamit. Felemültem. Megizéltet, fürödjél le. Most már. Hú, hát. Mi van? Te
Lucy at work for the next shift after his family leave. Cannot take more family leave at his time. Igen? Margitkám, merre vagy? Na? Csak egy interjút szeretnék. Hogyha megtalálom. Van. Interjú a home owner about utilities. Először nem találom. Mindegy. Vagy el mindent közben. Jó, hogy nem Margitnak a cél, hogy a... Ja. Ja. Erősz veled, Miuság? Ha már főztél, akkor egyél, és én azt mondom. Kutyusokkal meg legyetek el. Úristen, de gazos ez a... Fúj. Amúgy... Jaj. Ezt még nem szeretve, hogy ezt csinálja a Sims. Ezt a két pultot le kell cserélni, mert az nem volt. Tehát, hogy... Na most már rendesen meg van csinálva. És... Konkrétan... Másfél óra játék után kezdi a szokását a Sims, amikor elkezd akadozni. Néha-néha megakad. Egyébként nem már konkrétan lassan értél. Nagyon jó. Durván hamar eltelt ez az év, szeptembertől. Oké, és még van pár óra, de mindjárt nyári szünet. Hát amúgy pontosan te meg minek ugatsz? No. Nem szereti magadat. Jó, láttam, te dobjátok ki a nézét, mert azt mondtam, hogy szennyes, de a hűtőben nem szokás szennyes találni. Itt egy kéne, de most tudom azért, de mégis a te álljad. Jó, hogy lassan nektek is kéne is találni. Hát, pfú. Vagy úgy, hogy nem tud... Ez komoly. De jó van? Hát te gyerek le. Most már érdekel, hogy miért nem tud ebbe az ágyba beszállni. Miután elmentette a Sims. Persze. Tudom, mi a baj. Rájöttem. Azért nem tudnak ide jönni, mert nincs ajtó, tehát hogy nem tudok bemenni. Nem tudok bemenni a szobájába. Csak ennyi az egésznek. Jaj. Iskolai idő. Steady hard. Work hard. Szuper, megint rámentek.
Jó. És ugye olyan fú, de sokáig már nem leszek, sőt, mert... Voltról, nem azért, mert Voltról meg Vidol, hanem mert tényleg lassan éjfél pihenni is szeretnék, meg az évét nagyon sok mindenit kell, hogy fogalmam nincs, hogy meddig leszek. Na viszont én mentem, hogy jó játék a streamet, jó éjszakát neked is, köszi, és lassan én is menni fogok, tehát tényleg nem fogok már sokáig maradni, mert meg kellek perezni, hogy egy csomó beadandó van jövő hétre, akkor, na, akkor ezeken kívül még, ugye ide is megy csomó minden, úgyhogy nem leszek sokáig, csak közben még kicsit azért akarok rajta fejleszteni. Ja, a szimre kell kattintani, jó. Szimre kell kattintani, hogy el tudjam küldeni, azért futni, jó van. Ás, elfelejtettem, hogy hova kéne kattintani. Na, ez semmi nem volt. Menjél még. Csak egy órán látom. Na, még egy coachingot benyomhat. Azt akkor már szerintem a hatos skillhez is közel fogunk járni. Amúgy igen, egy tányérral a kezedbe kell fogni tényleg. Nem baj. Fürödj, le is, aludj. Te itt. Mindjárt meg kell mondani, hogy hol aludjon, mert maguktól nem tudják. Ja, hogy... Wait a minute. What a grill look. Jó, tudni, hogy nekünk volt grillünk, tehát, hogy fogalmam nem volt róla, hogy nekünk van grillünk. Annyira el. What? Who is it? That's his friend. Nem mondok erre inkább semmit. Na és ezekkel a rohamosan romló szükségletekkel, nem a Premiere Pro-t megnyitva, de véletlenül sikerült, rohamosan romló szükségletekkel és különböző problémákkal telt katyvasszal, ami itt történt, mert ez konkrétan egy nagy katyvasz volt. Itt igazából azokkal köszönnék el tőletek, és ja, találkozunk legközelebb, addig pedig legyetek jók, és